A hétvégén már bajnoki mérkőzésen lép pályára a Nyíregyháza Spartakusz. Jó hír, hogy jelenleg a keretből csak Riasko Mihajlo bajlódik kisebb sérüléssel. Neki csökkent a derékfájdalma, de még egyelőre külön dolgozik Darabos Balázs erőnléti edzővel. Temesvári Attila korábbi sérülése után egyre jobb formában van. Újra a játékba kellendüljek, de nem vagyok nagy bajba, tehát most Pakson is azért játékban voltam, meg az előző fél évben is sokat fejlődtem, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ha formában rendülök, akkor fogok tudni segíteni a csapatnak. Sajnos sok a felső légúti megbetegedés mindenhol, és ez a csapatot is érintette a felkészülés során. Novák Csanád, Gresó Mátyás vagy a stábtagok közül Szalai Tamás is kidőlt pár napra. Szerencsére most már mindenki jól van. A héten már a Tisza-Kécske elleni mérkőzés van fókuszban. Mindig azt a csapatot akarják megvenni a bajnokságban, a legjobban meg, vagy legelőrébb áll a tabellán. De én úgy érzem, hogy nem foglalkozunk azzal, hogy ki mit erősít, vagy ki mit csinál a tabellán. Én ezt így érzem jelen pillanat. Mi csak azzal foglalkozunk, hogy mi minél sikeresebbek legyünk. A vasárnapi a 18. összecsapás lesz a két gárda között, és a vendégek mérlege jobb. 8 alkalommal győztek szemben az 5 spari sikerrel. Utoljára Balmazújvárosban szinte napra pontosan 2 éve sikerült őket 2-0-ra legyőzni, Kovács Ádám és Zamosni Balázs találataival. Érdekesség, hogy Zamosni most ellenfélként érkezik majd, csak úgy, mint az egykori Spartakusz játékosok közül Takács Tamás, Gyurján Bence, Fodor Ferenc, vagy éppen a pályafutását a Bozsik Akadémia labdarúgójaként kezdő Cif Dominik. A vasárnapi meccs 14 órakor kezdődik.